A Szekszárdon rendezett szilveszteri eseményen megtelt a főtér kilátogató szekszárdiakkal és környékbeliekkel. A közönséget Kindl Gábor diszkós és DJ szórakoztatta retro és modern zenékkel is. De úgy gondolom, hogy azokhoz hasonlít, amik évekkel ezelőtt voltak, úgy gondolom, hogy jól érzik magukat azok, akik eljöttek ide, és ahogy mondtam, tehát ez nem az én diszkóm, amikor volt egy ilyen interjú is, hogy én nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a programnak, számomra is megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Én úgy gondolom, hogy egy olyan hely, most is egy olyan helyen vagyunk, amely egy gyönyörű tér, ami lehetőséget ad arra, hogy itt jól érezzük magunkat szilveszter éjszakáján. Nagyon sok jót kívánok, minden jót kívánok! A DJ nem sokkal éjfél előtt közösségi táncra invitálta a megjelenteket. Egy ismert dalt és az ahhoz kötődő, a közösségi médiában is népszerű táncot adtak elő, zumba oktatók segítségével. Az új évbe átlépve éjfélkor a résztvevők a szokásoknak megfelelően közösen énekelték el a himnuszt. Ezt követően pedig reggelig folytatódott a jó hangulatú, önfelett ünneplés. Nagyon színvonalas az egész este, abszolút, de a barátom nagyon sokat erről beszélni. Boldog új évet kívánok mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk! Szilveszter estején gyakori az újévi fogadalomtétel, amelynek során az emberek megfogadják, hogy betartanak vagy elérnek bizonyos dolgokat a következő év során. Többen azonban csak azt szeretnék, hogy boldogok és egészségesek legyenek. Sokkal boldog legyen, és gördülékenyebb! Az ingyenes forrad bor, pezsgő és tea mellett tűzijáték helyett ezúttal kivetített fényjátékkal készültek a szervezők a szilveszteri ünnepségre.